Érkeznek az udvarról a nyolcadikos lányok, tudják már a szabályokat, csak kézfertőtlenítés és testhőmérsékletmérés után léphetnek be az épületbe. A Pécsi I. és Gyula általános iskolában a felsősöknek a tanteremben is kötelező maszkot viselniük. Amikor mindenki bejön az iskolába, minden nap van lázmérés reggelente, kézfertőtlenítés, szünetekben, amikor bemegyünk a termekbe, akkor is van fertőtlenítés. A maszk használatra mindenki odafigyel, termekbe és a folyosón, itt udvaron nem kell használni, csak ajánlott. A jelenléti oktatás során a járványügyi szabályokat maximálisan betartják, ráadásul az intézmény vezetősége kidolgozott egy fertőtlenítési órarendet is, melyet akár csak a tanórák rendjét mindenkinek be kell tartania. Bármelyik teremben, amikor csoportváltás van, fertőtlenítés történik. A számítógépeinket a rendszergazda fertőtleníti, a teremben lévő okostáblákat, illetve az hozzájuk tartozó eszközöket is fertőtlenítjük. És nagyon figyelünk arra, hogy a csoportok, ha lehet, ne keveredjenek. Próbáljuk osztályszinten megoldani a tornaórákat, a tömegsportot, és bármilyen rendezvényt nem szeretnénk elhagyni, mert ugye a gyerekeknek szükség van mentálisan is ezekre a közösségi programokra. László Valéria igazgató hozzátette, hogy mind a szülők, mind pedig a pedagógusok maximálisan együttműködnek a szabályok betartását és betartatását tekintve. Mindenki felelősségteljesen viselkedik. Ez lehet az oka annak, hogy az intézményben zavartalanul folyhat az oktatás.